a DXN weboldalnak a működéséről lesz szó, ugyanis azért ez sokkal összetettebb annál, mint ami ugye első ránézése tűnik, és, és néhány apró részletbe is szeretnétek, szeretnélek most beavatni benneteket. Először is ugye mindenki tud rendelni ilyen weboldalt teljesen díjmentesen, hogy hogyan akkor majd az internet működéséről fogok erről beszélni. És hogyha valaki az üzletépítésbe komolyan gondolkodik, akkor én azt gondolom, hogy akkor is legyen neki weboldala, hogyha ő nem akarja online építeni az üzletét, hiszen, hogyha valakit offline szólítasz meg, de ott elérhető az internet is, úgy kényelmesebb, akkor azonnal online be tud regisztrálni a weboldalon keresztül, tehát weboldalra mindenképpen szükséged van, díjmentesen működik, és attól a pillanattól, hogy megrendelted ugye a kollégák úgy írták, hogy úgy igazolják vissza, hogy négy órán belül működik, de igazából ez inkább négy másodperc, tehát azonnal elérhető a weboldalad, ahogy kitaláltad a címét. A weboldalak kapcsolatban ott kezdjük először, hogy, hogy ezt a weboldalt személyre lehet szabni, és mit lehet rajta szemére szabni, illetve mit nem. Nagyon fontos, ugye ezt többször elmondtam már, hogy ahhoz, hogy egy, egy weboldal az valóban működőképes legyen, ahhoz minimum három szakembernek a közös gondolkodására van szükség, és ez a három szakember ugye egy grafikus, egy programozó és egy marketinges, és ezen a weboldalon valóban három szakember dolgozott. Én tudom, hogy vannak olyan emberek, akik, akik mind a háromhoz egyformán értenek, de az én tapasztalatom, az én online marketinges tapasztalatom azt mondja, hogy, hogy hatékonyabb az, hogyha mindenki a saját szakterületére figyel oda, és a két programozó kollégát már bemutattam, akik elén nagyon régóta több mint tíz éve együtt dolgozok, tehát nagyon sok billentyű leütés van már mögöttük, úgymond, és, és nagyon sok referencia. A grafikus kollega, aki készítette ezt a weboldalt, ő sajnos ma nem tud itt lenni, Igazából ennek az az oka, hogy ma már annyira híres, hogy megfizetni nem nagyon tudjuk, tehát ezt a weboldalt is inkább így, így barátilag készítette nekem, mert, mert annak idején, mikor 16 éves volt, akkor a, a, a mi cégünknél dolgozott és ott kezdett, de ma már na, nem, nem tudjuk őt megfizetni, tehát de azt gondolom, hogy, hogy, hogy ha ő valamit megcsinál, akkor az, 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 grafikai szempontból rendben van, és a marketinghez pedig a DXN-es online üzletépítők tapasztalata, illetve az én tapasztalataim alakították, hogy a marketing részét ilyenre, a mai formában működik. Ezt azért mondtam, hogy, hogy nem az a cél, hogy te ezen alakíts. Tudom, hogy nagyon sok emberben megvan a vágy, az alkotási vágy, engem is csak ez motivál, viszont, viszont hidd el, hogy ez, ez, ez így jó, és ez így működőképes, és ne akar abba a részébe belejavítani, amiben nem kellene, mert ebben nagyon sokszor agyon lehet vágni az egésznek a harmóniáját. Tehát mit nem lehet ugye, arról egyszerű beszélni? Ugye nem tudsz belenyúlni a különböző menüpontokba, nem tudsz te saját magad a DXN-nel kapcsolatos állításokat megfogalmazni, a ganodermával kapcsolatos állításokat megfogalmazni, viszont szeretném hölfélni a figyelmedet, hogyha te úgy gondolod, hogy valamit ezen a területen jobban lehetne kommunikálni, akkor valóban ezt jelez bátran. Tehát ezt szeretném hangsúlyozni, hiszen emlékezz vissza, az előbb azt mondtam, hogy ennek a marketing részét nem én írtam, hanem közösen írtuk. Nekem volt egy koncepcióm, de ezt úgy alakítottuk, hogy valaki azt mondta, hogy figyelj, hát az szerinte az úgy sokkal jobb lenne, és hogyha ez í valóban így volt, és többen is ebben egyetértettünk, akkor módosítottunk rajta, függetlenül attól, hogy az illető gyémánt volt-e, vagy, vagy most csatlakozott. Tehát szeretnének arra biztatni, hogyha bármivel úgy gondolod, hogy szerinted hatékonyabb lenne, akkor, akkor ezt jelez felénk. Ugye ez úgy működik, hogy, hogy ha mi módosítunk valamit a weboldal, akkor az mindenkinél módosulni fog ezekbe a weboldalakban. De alapból ezekben a dolgokban nem tudsz belenyúlni, illetve nem tudsz belenyúlni a dizájnjába az oldalnak, és ezt, ezt javaslom, hogy ne is tedd meg. Tehát mondhatja nekem valaki azt, és egyet is tudok vele valamilyen szinten érteni, hogy egy sötét weboldalon nehezebb olvas, mint egy fehér oldalon, viszont ez nem egy hírportál, tehát, tehát nem ez volt a célja, viszont így tudjuk kommunikálni a, le jobban grafikai szempontból, amit mi szeretnénk. Tehát, tehát bátran bombáz bennünket a javaslatainkkal, és amit igazából lehet módosítani ezen a, a weboldalon, az három menüpont. Ugye az én történetem, majd mindjárt beszélünk róla részletesen, az én történetem, a blog és a kapcsolat oldal, illetve még vannak egyéb személyre szabási lehetőségek. És akkor... Ö, itt érkezünk el mindjárt az első legfontosabb részhez, és Józsi oda is kattint, ugye az én történetem oldal, amit, amit személyre kell szabnod ahhoz, hogy ez az oldal valóban működőképes legyen. És ugye fölmerül a kérdés ö, számodra, hogy hogy ö, mi a jó én történet. Mi erről, erről beszélnék, ez egy nagyon fontos kérdés online marketing szempontjából, online üzletépítés szempontjából. Ugye működik most már a, a Facebooknak a like, Facebookon a lájkolási like lehetőség is, hogy valaki lájkolhatja like ezt, a, ezt az oldal részedet. Sőt, most már néhány napja úgy is működik, hogy nem csak egy ilyen általános részt tesz ide be, hanem, hanem ö, ö, azt, tehát az aktuális részből és az aktuális fotót, amit itt, 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 látható. Tehát ez most már ez a fejlesztés működik. Tehát ki lehet próbálni, ugyanúgy a blog oldalt, illetve az összes részt is lehet lájkolni a a weboldalon keresztül, Természetesen, hogy ha ezt nem szeretnéd, akkor ezt ki tudod kapcsolni, majd mindjárt megmutatjuk, hogy hol. Tehát visszatérve az első kulcspontra az online üzletépítésben, hogy az én történet. Hogyha most ö, ezt egy mondattal szeretném elintézni, akkor a mondat az úgy hangzan az én történetemmel kapcsolatban, hogy az a jó én történet, amit hogyha te elolvasol, akkor te is csatlakoznál magadhoz. És nagyon fontosnak. Ö, Tart nagyon fontos elmondanom az, hogy nem tudsz olyan én történetet írni, senki nem tud, aki, ami mindenkinek szimpatikus. De nem mindenkit akarsz beléptetni ebbe az üzletbe. Hanem meg kell határoznod azt, hogy, hogy mi a célcsoportod. Tehát kit szeretnél behozni a weboldaladon keresztül. És próbálj nekik nekik az ő szempontjukból, az ő nézőpontjukból elmondani az én történetet. Az ugye a szerencse az én történettel kapcsolatban, hogy bármikor lehet módosítani. Azért ne legyél én történetem függő, tehát nem kell naponta azon, hogyha van egy új ötleted, akkor, akkor módosítanod. De az a lényeg, hogy amikor először megfogalmaztad az én történetedet, akkor... akkor ö, Olvasd át abból a nézőpontból, hogy, Oké, okay, most én egy idegen ember vagyok, és, és csatlakoznék-e egy ilyen emberhez, aki ezt az én történetet megfogalmazta? Jó, tehát, tehát ebből, a, ebből a nézőpontból nézd át, és hangsúlyozom, ami a, ami a tapasztalatom, hogy, hogy ne egy általános én történetet érj el, és nem kell, nem kell leírnod azokat a dolgokat, ami a többi oldalon amúgy is megtalálható, tehát nem kell érvelned a ganoderma mellett, nem kell érvelned külön az online üzletépítés mellett, nem is egy mondatban vagy fél mondatban megemlítheted, de a fókuszodnak azon kell, azon kell lenni, hogy azt mondod, hogy oké, okay, van egy célcsoportod, a legoptimálisabb célcsoport különben a hasonló emberek, mint te. Tehát, akik vagy hasonlóan gondolkodnak, vagy hasonló háttérre rendelkeznek, hasonló szakmából jönnek, ugyanis mondok egy példát. Hogyha te megfogalmazol valami általános dolgot, akkor, akkor hogy az illető nem tudja magát hova képzelni. De hogyha neked ö, van egy szakmád, amit nagyon szerettél, vagy esetleg még most is művelsz, akkor nyilvánvalóan ezt ki tudod hangsúlyozni, és aki egy hasonló területről érkezik, az rögtön tud veled úgymond közösséget vállalni, rögtön tud, tudja azt, hogy hát vannak azonos gondolataid. Hogyha ezt szakmádra nem tudsz hivatkozni, akkor, akkor a, a a te hozzáállásodra, a, a világhoz, az élethez. Tehát arról, hogy te mit szeretnél ebben elérni. Tehát, tehát erről szóljon a saját történeted, és ahogy a nevébe is benne van, egy sztori legyen. És nagyon fontos, hogy rövid legyen. Tehát az emberek nem szeretnek olvasni. Tehát lehet, hogy te te, te nagyon jól tudsz írni, és akkor megfogalmaznád, és akkor ott ö, ö, leírnád két A4-es oldalt terjedelembe, hogy... Ö, mi a te sztorid, hogyan gondolkodol, és az egész tényleg vérprofi. Csak az a lényeg, hogy ugye úgy működik a dolog, hogy oda jönnek, és azt mondják, ó, ez rengeteg szöveg, kevés kép van rajta, már megyek is tovább. Tehát nem veszi, nincs most időm arra, hogy ezt elolvassam. Nyilvánvalóan nem szabad, hogy három mondat legyen a sztori. Én azt gondolom, hogy három-négy bekezdés, három-négy rövid bekezdés az elegendő ehhez. És onnan még tovább tudsz majd linkelni a, esetleg egy blog bejegyzésre, tehát az én történetemből. És bármikor tudod ezt az én történetet módosítani. De nagyon fontos, tehát amit én szeretnék nagyon röviden elmondani az én történettel, hogy mindenképpen sztori legyen, tehát ne egy ilyen általános marketing masszag legyen, úgymond, amikor elmondod, a, amit a Józsi elmondott a nyilvános bemutatón, hogy, hogy, hogy mennyire jó az üzlet, mert annak ott az tökéletesen működik, de nem az én történetembe, Nem marketing bemutatót kell tartani az én történetbe. Legyen egy célcsoportod, amit te megfogalmaztál. Meg kell kérdeznem ismét, hogy van-e valahol szabad hely, esetleg van, akinek a szomszédja esetleg, ott, Akkor még mindig, mindig ott, ott, ott még található egy szabad hely, illetve itt az Ildikó mellett. Tehát, jó? Kettő egymás mellett már nincs sajnos. Jó? Vagy van még? Oké. Okay. Itt is van még egy szabad hely, jó? Oké. Okay. Tehát, tehát Tehát ezek a jó én történetnek a jellemzői. És kérdeznék meg magadtól, hogy, 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 hogy csatlakoznál. kérdez meg a szponzorodnak a véleményét ezzel kapcsolatban. És nagyon fontos, hogy nem az a jó én történet, ami neked tetszik, mondjuk egy másik DXN-es és akkor átmásolom. Erre is vannak a példák, mert az nem a te, te történeted lesz. Oké. Okay. Tehát én itt, itt ami, ami esetleg újdonság lehet, és amire fölidám a fókusz, az a, az a célcsoport meghatározás. Tehát ne az legyen a cél, hogy mindenki jöhet. Persze, mindenkit szeretettel látsz, erről szól az MLM biznisz, de valahogy fókuszálj arra, hogy bizonyos típusú, bizonyos érdeklődési körük, bizonyos háttér rendelkező emberek azt mondják, hogy igen, ő egy olyan ember, mint én, hasonlóan gondolkodik, és igen, ővel el tudnám képzelni a közös munkát. Jó? Nagyon lényeges dolog, bármennyire is te azt gondolod, az én történeted nem úszható meg fotó nélkül. Tehát ez, ez kizár dolog. Jó? Tehát, tehát a fotónak ott kell lenni. És nem foglalkoz azzal, hogy te most mit gondolsz magadról éppen, hogy most mennyire előnyös a te fotód. A fotódnak ott kell lenni, mert ő nem azt fogja nézni, ez nem egy ilyen modellverseny, tehát ő nem ezt fogja nézni, hogy, hogy most ö, ö, hogy néz ki a fotója. Viszont nagyon fontos, hogy az üzenete az való, hogy az ember ott fölvállalta ehhez a dologhoz az arcát. Ugye, rögtön a Józsi segít abban, hogy fotót hogy egyszerű föltölteni, semmiféle ilyen, ilyen extra dolgot nem kell tenned. Ugye az intranetben minden... Ö, weboldalnak úgymond van egy csomagadatlapja, és ami elérhető ugye a baloldali menüpontból egyrészt, illetve itt közvetlenül is elérhető az én történetem link, bármelyikre kattintasz, ahova szimpatikus, tehát rákattintod az én történetre, oda kattint a szerkesztésre, és azonnal ugye nagyon egyszerűen, hogyha előtte föltöltötte a kép és videótárba, akkor be tudja linkelni a saját fotóját. Tehát ugye semmiféle számítógépes tudás nem kell. A, kép és videótárban egyszerűen kiválasztod a számítógépen egy kicsit lassabban, Józsi, hogy lehessen követni. De jó, tehát kiválasztod, hogy a kép és, a kép és videótára kerültél, és ott van a tallózás link, kiválasztod a fotót, amit szeretnél föltölteni az én történetemhez. Józsi is most ezt teszi. Kiválaszt egy fotót, amit előkészítettünk. És ugye itt található a, a mérete Ö, annak a fotóképnek. Mekkora a mérete, Józsi? Ö, az nem az a profilkép, a másik a mellette van. Köszönöm. Menjünk még egyszer? Az ott valami kimaradt, még utána még van. 200 x 300-as. Igen. Ahogyha lista nézetbe akkor ki fogja írni. Tehát 200 x 300-as kép szerintem az optimális pixelbe, tehát 200 x 300-as kép az, ami az optimális, szerintem méretbe. De hogyha neked nagyobb képed van, és nem értesz a kép méretezéshez, akkor kérheted a szponzorod segítségét, vagy pedig ugye úgy van programozva a rendszer, hogy szépen majd ő kialakítja neked úgy, hogy hogy az, az, optimális legyen a mérete. Nem tudsz rajta semmit elrontani, bármit utána ki lehet javítani, és akkor ugye utána feltölti a Józsi ezt a képet, meg is jelent, és utána pedig ott van egy link, ugye, hogy azt nem másolod ki először, tehát ugye ki lehet másolni a linket, hogy a kép beillesztése a weboldalba, szépen kimásolod azt a linket, és már be is tudod illeszteni az én történetbe. Hát, amelyik a kép beillesztése. Oké? Okay. Oké? Okay. És egyszerűen be tudod, be tudod Jó? Aki úgy érzi esetleg, hogy, hogy most itt elakadt az online üzletépítésbe, Azért mutattam be a két nagyon szimpatikus fiatalembert az elején, hogy a szünetbe, szünetbe oda lehet hozzájuk menni, oda lehet hívni őket a számítógépekhez, és fognak nekek segíteni, illetve kérheted a szponzorodnak a segítségét is, vagy az aktív felső vonaladnak, mert ő is tudja ezt, tehát így is be lehet illeszteni. Van ennek egy másik módja is, hogyha nem ezt választod, hanem a közvetlen linket. Ezt is megmutatja mindjárt a Józsi tehát a közvetlen linket válassza, mert ez a képbeillesztése volt, igen, de a közvetlen linket választod a kép és videótárból, akkor mutatok egy, egy bonyolultabbat, egy kicsivel bonyolultabbat. megvan? Oké, okay, ugye a szerkesztésre megyünk, tehát nem, nem lehet elrontani, kitöröljük ezt. És utána ott található egy ilyen kis képikon, most egy picit itt várunk, itt látjátok itt a legfőső sorba egy ilyen kis bélyegkép, ugye? van, bélyeg ikon tulajdonképpen, hogyha arra rákattint az, akkor, és beírod ide az URL-jét a képnek, és ott a haladónál valahol ki lehet választani, hogy ez én kép legyen, itt az osztálynál, itt, itt, nézd, csak, itt ki lehet választani, itt, itt Józsi, így, az osztálynál szerintem ott lesz alul, legalul, hogy ez egy én történet kép. Van olyan ott legalul? Én történet fotó, hoppá! Ilyet is elrejtettek itt a kollégák. És akkor, tehát itt megjelenésnél van ez, és akkor utána beszúrod. És akkor ott ezt kicsit hogy fél húzod, leokézod, és akkor ez szépen kapott egy ilyen fehér keretet is, ez most nem látszik itt, mert maga fehér a háttér is. Tehát így működik, hogy hogyan tudsz beilleszteni képet, és én azt javaslom neked, hogy, hogy, képeket illesz be. De hangsúlyozom, a teremben nagyon sokan ülnek, ahol, akik ehhez nagyon jól értenek, a Jánosékon kívül is, tehát őket is megkérdezheted, de, de, a felsővonal is valóban tud ebben segíteni. Az a lényeg, hogy, hogy legyenek képek. Tehát nagyon fontos. Én azt javaslom, hogy legyen legalább kettő kép. Legalább kettő kép. Most például, akinek nincs képe, úgy érzi, egy remek lehetőség a mai nap, itt van Tamás László kiváló kollégánk, aki, aki remek képet tud csinálni vele, akár egy Ganodermás kávésdobozt is gondolom mondhatom azt, hogy adnak neki kölcsönöt addig a, a kollégák, vagy akár egy Simon Sinek könyvvel, Tehát vagy akár természetesen a szponzorával, az aktív felső vonalával, tehát ö, ö, tud készíteni egy fotót, ezt a laci odaadja neki, és már töltheti föl. Sőt, mondok egy jobbat, ebédszünetben akár meg is lehet ezt tenni, és föl lehet tölteni. Itt a kollégák segítenek, jó? Ö, tehát, és utána már otthon csak egy én történet szöveget kell hozzáírni. Ugye ezzel kapcsolatban még csak, hogy egy bosszúságtól megóvjalak benneteket, az én történet szöveget soha ne úgy írjátok, hogy rákattintotok ugye a szerkesztés, és ott kezditek el fogalmazni, mert hogyha túl sokáig írjátok a szöveget, és rákattintotok ugye a mentés gombra, akkor már közben a rendszer benneteket biztonságokból kiléptetett az internetből, és akkor a szöveg elveszik. Általában, hogyha valaki ilyen hibával fog, hív föl engem, akkor, hogy ilyen problémával, akkor azt szoktam mondani neki, hogy hát valószínűleg nem volt jó az az én történet, ezért került sor erre a technikai problémára. De nagyon fontos, javaslom, hogy előtte ezt egy szövegszerkesztőbe írd meg, javíts ki benne esetleg a hibákat, hogyha van benne, és utána a szövegszerkesztőből tudod beilleszteni. Ide az én történetboxba, és bármikor a későbbiekbe tudsz benne módosítani. Nagyon fontosnak tartanám elmondani azt, hogy az a legjobb, hogyha ugyanezeket a dizájnelemeket tartalmaz, tartalmazza az én történet. Tehát ne akard. Világító narancsárgával, vagy világító zöldel, vagy pirossal kiszínezni a mondataidat, akkor is, hogyha úgy hangsúlyosabb, hanem hang, használd ezt, ugyanezeket a színeket, amiket itt megtalálsz a, a, az egyéb ö, oldalainkon, tehát legyenek a betűk fehérek, és hogyha ki akarod emelni, akkor az legyen sárga színű, az a, az a kiemelés, azzal tudsz játszani, mert akkor lesz egységes, akkor lesz harmonikus az egész weboldal. Jó? Tehát ide bármit bármit be tudsz írni, és ilyen egyszerűen működik a, a, a képföltöltés. A következő téma, amiről beszélnünk kell, ami, ami, nagyon fontos, mondhatnám azt, hogy sokkal fontosabb talán a blog. Hiszen a, a, blognak nagyon sok szerepe van, hogyha rámegyünk a nyilvános weboldalakra most Józsi, akkor ugye meg tudjuk mutatni a, a blog oldalt, és itt lehet elhelyezni blogbejegyzést. A blognak ugye régebben azt mondtuk, és ez ma is így van, az egyik szerepe az, hogy lássa az illető, hogy valaki aktív ebben az üzletben, tehát havonta, két havonta a, a weboldal érdemes elhelyezni egy blogbejegyzést, hogyha valaki rátalál a blogotokra, akkor az illető az lássa, hogy hát ez nem egy itt felejtett weboldal az interneten keresztül, hanem valaki áll mögötte, aki aktívan építi az üzletet. Mi nem annyira aktívan építjük most itt Magyarországon online az üzletet és volt a múlt héten egy online belépünk és meg is jelezte, hogy a, most látja, hogy van két blog bejegyzésünk, de hát az elmúlt két évben nem volt egy se. Hogy akkor mit csináltunk két évig? És hát magyarázkodni kellett, hogy hát mi nem építettük, most épít Magyarországon online az üzletünket. Tehát erre figyelnek az emberek, ebben csak azt akartam mondani. Tehát, tehát érdemes legalább, hogyha nem is vagy grafomán, legalább két havonta, vagy havonta egy blogbejegyzést tenni. Én ezt úgy szoktam kivédeni, hogy az a legegyszerűbb, hogyha ilyen fotoblogot vezetsz. Tehát például itt van ugye ez a mai nap, ez egy remek alkalom arra, készítetsz itt magadról egy fotót, a szponzoroddal, bárkivel, a könyvel, a termékkel, és utána ez rögtön egy remek alkalom, hogy csak egy címet kell neki adni, és rögtön van egy, egy blog bejegyzésed. Viszont online üzletépítés szempontjából a blognak óriási jelentősége van, és erről szeretnék most inkább itt beszélni. Közben a Józsit megkérem arra, hogy csináljunk is egy blogbejegyzést. Ugyanis ez a blogbejegyzés, ez kiválóan alkalmas arra, hogy te az online ö, kiáramlásodnak a támogatására úgymond érkeztető oldalként használd. Tehát ez alatt azt értem, ugye, hogy néz ki ugye, egy blogbejegyzés, adni kell neki egy címet, a fejlesztő kollégák azok gondoltak rám is, és ezért visszamenőleg is lehet blogolni. Tehát, tehát nem, nem, nem csak azon a napon él a blogbejegyzésed, amikor közé tesz, hanem akár egy évvel visszamenőleg is tudsz elhelyezni egy blogbejegyzést. Ugye adsz neki egy címet, és adsz neki egy leírást, és én azt javaslom, hogy az a jó, amit mondtam, hogy, hogy, hogy mindenképpen használja a blogodba a fotókat, tehát a kép és az előbb említett módon ugye föl lehet tölteni egy fotót, és utána a, web, a fotó beillesztése a weboldalba egyszerű linket oda bemásolod, és már közé is tetted a blogbejegyzést, bármikor ugye ezt is szintén módosíthatod. Na most ott van szerepe a blognak, hogy például úgy dönt ez, hogy elhelyezel egy online apró hirdetést. Viszont ugye, hogyha az online apró hirdetésbe megadod a weboldaladnak a címét, akkor az a weboldaladnak a nyitó oldalára fogja hozni. Viszont amikor valaki elolvasta te hirdetésedet, ott pont nem azzal az üzenettel találkozik, ami a te weboldaladnak a nyitó oldalán van. Ugye, mert ott jól emlékszem az, hogy milyen kávét iszik, vagy ön is kávézik. Viszont, hogyha te megfogalmazol avval a hirdetéssel kapcsolatban egy blogbejegyzést, egy hosszabb leírást, akkor minden blogbejegyzésednek lesz egy önálló címe. Ugye elég csak, hogyha a blogodban arra a bejegyzésre kattintasz, és már az önálló címet. És a hirdetésedben meg tudod adni annak a blog bejegyzésednek a címét. És amikor valaki ugye elolvassa azt a hirdetést, és rákattint a linkre, akkor közvetlen arra a blog bejegyzésedre fog jönni. Ugyanis nagyon fontos, az online apró hirdetést, hogyha feladod, majd erről fogunk beszélni részletesen, egyetlen egy célja van, nem az a cél, hogy beléptessen valakit, az a célja, hogy eljön az illető a weboldaladra. Jobb, online életéssel egy akkora rendelkezés a szöveggel nem tudsz beléptetni valószínűleg senkit. Viszont nagyon fontos, hogy oda jönni az illető a weboldaladra. És akkor, hogyha látja a weboldalon azt a blogbejegyzést, ami kapcsolódik a hirdetéshez, akkor tovább tudod vezetni az illetőt a te gondolatmeneteden. És nyilvánvalóan a blogbejegyzésedben is ugyanúgy el tudsz helyezni linkeket az internet oldalra, a csatlakozmust oldalra, tehát tudod az illetőt terelgetni illetve akkor már ott van a weboldaladon, is nyilván ő is tud navigálni. Jó, tehát nagyon szuper, itt van rögtön akkor egy, egy fotó is, és üzletépítő szeminárium, nagyon jó. Tehát nagyon, nagyon egyszerűen ment, látszik rajta, gondolom, semmiféle extra számítógépes tudás nem kell hozzá. Csak gyakorolni kell, csak gyakorolni kell egy, 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 egy kicsit. Jó, de bármikor tudod törölni a blogbejegyzéset, tudsz újat Tehát javaslom azt, hogy blogolj. Amikor mondom az online üzletépítésről fogunk beszélni, akkor ezt még többször vissza fogom igazolni ezt a témát. Tehát most annyit jelz meg, hogy a blogbejegyzés az kiválóan alkalmas tud lenni arra, hogy szakmai nyelven, úgymond landing page-ként, érkeztető oldalként működjön. Sőt, ez, ez, nem, csak, nem csak online hirdetésnél, tehát ő, fogok majd beszélni az e-mailnek a szerepéről, amikor valakit te személyre szabottan megszólítasz egy e-mail üzenettel, akkor őt is tudod terelni egy blog bejegyzése. Jó, például ugye, ahogy a Szabolcs is mondta, a blogba föl lehet tölteni egy, egy utazási élményt, egy DXN-es utazási élményt, és akkor utána azt a blogbejegyzés linket küldöm el az ismerősömnek, és ő közvetlen ezzel fog találkozni először a weboldalamon, de ha ez tetszik neki, és ha már ott van, akkor sokkal nagyobb az esély arra, hogy megnézi a weboldalamnak a többi tartalmát is. A következő menüpont az a kapcsolati oldal, és ez szintén nagyon fontos, mert foglalkoznak már, ugye szakemberek ezt úgy hívják, hogy ilyen website ergonomiával is, tehát hogy milyen, weboldal, milyen részeit nézi meg az illető weboldal, és ebben nagyon, nagyon előkelő helyen van a kapcsolatoldal. Tehát lehet, hogy nem az én történetet fogja megnézni először az illető, hanem a kapcsolatoldal, és ide mindenképpen érdemes föltölteni, szintén Józsi közben itt föl is tölti, ugyanazt a profilképet, ugyanazt a nagy, nagyobb méretű profilképet például, amit az én történetemben először használtunk, és és érdemes oda beilleszteni, mert akkor az illető szintén rögtön látja azt, hogy kivel van dolga. Tudom azt, hogy jó néhányan használják a kapcsolati oldalt további információ átadására, leírnak mindent a regisztrációval kapcsolatban. Én, én nem látom ennek akkor a szükségességét, de hogyha valaki szeretné oda különböző egyéb segédanyagokat fölvinni, akkor természetesen erre lehetősége van. De én azt gondolom, hogy itt jól láthatóan a te fotódnak kell megjelenni, a saját nevednek kell ott megjelenni ezen, a, e, ezen az oldalon, e, és mondhatsz még maximum két gondolatot akár. Illetve ugye be tudod állítani különböző, tehát meg tudod adni külön telefonszámodat, e, be tudod ide illeszteni a Skype ikonodat is, és mutatni fogja, hogy te éppen online van. Tehát erre is lehetőség van, hogy a Skype ikonodat behúzd. Jó, az a lényeg, hogy ez is, ez is legyen gondozva. Ez a kapcsolati oldal. És ugye a. a itt ennél meg lehet így is csinálni, de simán csak be lehet ö, ö, linkelni is. És ö, amire szeretném én megkérni a, a, a Józsit, és amiről még szeretnék beszélni, hogy a, a weboldallal kapcsolatban van jó néhány egyéb személyre szabási lehetőség is, és ö, menjünk be most az intranetbe, és a csomagadatlapra ö, kattintsunk rá, és ö, akkor itt a baloldali menüpontban is tökéletes. És itt ezen a csomag adatlapon vannak különböző speciális beállítási lehetőségek. Ugye az egyik az, hogy van itt egy ilyen link, hogy elsődleges oldal. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek, ha van weboldala, hanem jár neki egy automatikus DXN-es online regisztrációs oldal, ami úgy néz ki, hogy dxn.hu, vagy dxn.europe.eu elnézés, dxn.europe.eu per az ő kódszáma. Tehát, hogyha ha valakinek nincs weboldal, akkor is be tud regisztrálni bánkit online, hogy beírja azt, hogy dxn.europe.eu per a saját kódszáma. Na most, hogyha te megjelölted azt, hogy elsődleges oldal a te magyar weboldalad, akkor erre a dxeuro.eu per kódszámra a magyar weboldaladnak a regisztrációs, online regisztrációs formja fog bejelölni. De hogyha te az angol weboldalnak, vagy a szlovák weboldaladnak jelölöd be elsődleges weboldalnak, akkor, hogyha a dxeuro.eu-hoz ezt adják be, akkor, akkor azon a nyelven fog megjelenni. A következő ö, dolog, hogy ugye a névnél alapesetben a te neved van, de ezt meg tudod változtatni, tehát, tehát bármilyen fantázia névre át tudod írni. Ez azt jelenti ugye, hogy ha bárki regisztrál a weboldaladon keresztül, és ö, ö, kapni fog tőled egy e-mailt, ugye automatikusan, például egy vásárlás visszaigazolást, akkor ez lesz a feladó neve ugyanúgy meg tudod határozni, hogy milyen e-mail cím legyen a feladója, illetve mi legyen a válasz cím, milyen, milyen e-mail címekre kapjál te értesítést. Alap esetben az az e-mail cím természetesen, amit te megadtál a munkatársadat lapodon. A következő, van egy hírek doboz tartalma, hogyha kitöltre ezt a hírek doboz írjunk oda most be valamit, akkor az, ha szerencsénk van, akkor a nyitó oldalon, a weboldalonnak a nyitó oldalán meg fog jelenni. Most kipróbáljuk mindjárt, hogy működik-e. Látom az aggodalmat a Jánosékon. Kiderül mindjárt domén adatainak mentése, és akkor ugye ráfissítünk itt az oldalra bárhol, amikor a nyitólapra fölmegyünk, akkor itt a hírek oldalba valóban előjött, előtűnt egy új felület, sikerült, hogy hírek, és ide bármikor el tudsz helyezni bármilyen hírt információt a nyitó oldaladra. Jó? Ezt úgy látom, hogy nem sokan vett, tekintetekből úgy látom, hogy ezt nem sokan vették még észre, ezt a lehetőséget. Tehát van egy ilyen lehetőség is, hogy hogy hírt tudsz elhelyezni. Oké? Menjünk akkor vissza, Józsi, a csomagadatlapra. És a következő, ugye Google... Analytics azonosító, tehát hogyha beregisztrálsz, ugye is létrehozol egy Gmail fiókot, és utána pedig egy ilyen Analytics fiókot is létrehozol, ugye ez egy statisztikai rendszer, nem kell megérni tőle, ezt támogatja legjobban most a rendszerünk, akkor be tudod írni a Google Analytics azonosítódat, és akkor a Google fiókothoz kapcsolódóan meg tudod nézni a részletes statisztikát a weboldaladnak a részletes statisztikáját. Jó? A következő lehetőség, személyre szabási lehetőség, az a szponzor az új belépőnek. Ugye, hogyha már olyan szélességed van, hogy nem akarsz szponzorálni, vagy hosszabb nyaralásra indulsz, és nem akarod a véletelre bízni a, a, az új online belépőidet, akkor mondhatod azt, hogy aki a weboldaladon keresztül regisztrál, az ne direktbe alá kerüljön, hanem az általad meghatározott munkatársak alá. Tehát bármikor itt ezt kijelölöd, akkor ki tudod választani itt egy listából a munkatársaidat, és akkor ez, hát jelöljük be, és akkor válaszunk ki valamit, Józsi valamelyik mintanevezetőek általában itt az ő hálózata, itt ebben a példában. Tehát, hogyha beírod, hogy minta, akkor például ki tudod választani minta Bélát, vagy mint a Évát, és akkor már rögtön nem a minta Ádámnak lesz a, a, a... nem, ő nem ő lesz a szponzor. Aztán hírlevél feliratkozások, ugye automata hírlevél rendszer és csak értesítés a feliratkozásokról, hogyha te nem szeretnéd azt, hogy a weboldaladon valaki feliratkozik a hírlevére, ezeket a hírleveleket kapja, nem mondjuk még nincs most kedved átírni az automata hírlevél listát, akkor egyszerűen ki tudod kapcsolni ezt a funkciót, ő továbbra is fel tud iratkozni a hírleveledre, viszont nem fog kapni semmilyen hírlevelet, hanem csak te kapsz egy értesítést, hogy az illető feliratkozott hírlevére, és te privátilag tudsz vele levelezni, hogyha akarsz. A következő lehetőség, hogy az online aranybánya című könyv rendelhető a weboldalon. Itt ragadnám meg a lehetőséget arra, hogy elnézést kérjek azoktól, akik várták, hogy a mai napra megjelenik a könyvem. Egy nagyon picit csúszunk ö, vele, Ev, viszont ennél is jobb lesz, tehát hogy egy kicsit ö, tovább készül el. Én azt gondolom, hogy két héten belül mindenkit, aki már így vásárolt ilyen kuponkóddal előzetesen, értesíteni fogunk róla, és meg küldeni a könyvet. Ö, a, tehát ki tudod választani, hogy megjelenjen -e ez a weboldaladon. Aztán lehetőség van arra, hogy a, a pop-up ablakot, ami így beúszik a, a weboldaladra, az ki tud kapcsolni. Ezt én nem javaslom, mert ettől hatékony a dolog. Tehát nagyon idegesít engem is, de ez működik. Tehát ez az, ami működik, ami ugye az ember arcába, úgymond oda van tolva, és, és arra fognak feliratkozni az emberek. A következő lehetőség van arra, hogy a weboldalnak a tájtöljében az ablak címsorában látszik a tulajdonos neve, hogyha visszakattint a Józsi most a, egy weboldalra, akkor itt látszana, hogyha ő használna ezt a funkciót, de ő nem használja ebbe a programra. Tehát itt fölül amúgy meg tudna jelenni egy sáv, ami általában nagyon sok böngészőben megjelenik, és ott ott lenne, hogy ez a weboldala te weboldalad, de ezt eltüntetheted, hogyha nem akarod a következő lehetőség, hogy a blog és az én történetem oldal ott tudják a Facebookon lájkolni, tehát ezt is, ez alapból úgy van beállítva, hogy tudják lájkolni, hogyha akarod, akkor, akkor ezt te le tudod tiltani. És van még egy ilyen lehetőség, hogy a külföldi weboldalai doboz megjelenjen, tehát akinek vannak ugye idegen nyelvű weboldalai, akkor az alapból most már ott a bal megjelenik, és meg, meg lehet tekinteni, de te ezt is letilthatod, hogyha akarod és utána pedig van ez úgynevezett ajánlói verseny, amiről majd az online üzletépítésnek a mesterfogásainak fogok beszélni, hogy ez hogy működik, ezt is itt tudod ö, aktiválni. És ezen kívül, hogy még itt egy picit lentebb megyünk, akkor ugye a következő lehetőség, ez a oldal tulajdonosa doboz, és erre szeretném, hogyha most a Józsi rákattintana, és az online tulajdonosi ö, doboz ez, ami a nyitó oldalon ugye ö, szintén ö, meg tud jelenni. Ö, tehát ezt többen kértétek tőlünk, hogy, hogy, hogy azonnal tudjon azonosítani benneteket, hogy ez, az, ez a ti weboldalatok. És ilyen esetben ez úgy néz ki, hogy föl tudod-e tölteni szintén a, a nagyobb méretű képet. Ezt a Józsi most ide bejelintel is simán vagy itt föltölti, meg tudod adni az adataidat, és akkor a, a, a cím már látszani fog, hogy te vagy az oldalnak a tulajdonosa. Ezt itt a Józsi közbe beállítja. Tehát ez is ö, nagyon hasznos tud lenni, ugyanúgy, mint a ö, hírek doboz. Ö, aztán van egy olyan lehetőség, ami... Ö, sikerült föltölteni... Oké? Okay. Tehát itt van az oldal tulajdonosa, és rögtön ott megjelenik a te fotód. És ugye, hogyha visszamegyünk az oldal tulajdonosi doboz szerkesztésére, akkor itt még be tudod írni ide az e-mail címedet, de legalább azért a nevedet írjuk be, hogy mint a Ádám. Ugye az volt itt az oldalnak a tulajdonosa. Meg tudod adni akár a telefonszámodat, sőt, ami szintén nagyon hosszús lehet, meg tudod adni a várost, hogy te honnan vagy. Mert ugye az lehet, hogy nem dörel ki a kapcsolatból, az én történetből, és hogyha például te egy kisvárosba vagy, akkor valaki a környékedről rád talál, akkor ez rögtön egy vonzó pont, hogy nem az ország másik feléhez, felében dolgozó emberhez csatlakozik. Jó? Tehát ott rögtön megjelent a és minden olyan alatt megjelenik ott, amit, amit ö, te megjelölsz. És ö, van -e egy olyan lehetőség, ami, ami jelen pillanatban általad nem ér elérhető, de a kollégák már alig várják, hogy hogy ö, ö, megküld nekik az ezzel kapcsolatos adatokat, és szerintem hatékony tud lenni. Ez mégpedig, hogyha fölmész a weboldalra az én történetem oldalra, akkor ott ö, található a baloldali hasában, ugye a hírlevél feladkozás alatt elég sok szabad hely, és itt lehetőség van arra, hogy a te sikeres munkatársaid megjelenjenek. Tehát, hogyha egy pillanatra, nem tudom, Józsi nálad ez a funkció működik-e, biztam benne, akkor Megtekintjük itt a Józsinak a weboldalát, ugye ott látszik az oldal tulajdonos rögtön, és a sikeres munkatársaknak a nevét, fotóit ide föl lehet ö, ö, tenni. Ö, ezt te nem tudod szerkeszteni, ezt az oldalt, de hogyha megküldöd a fotót és a nevet, vagy bármilyen szöveget, akkor a infokuk az dxn.hu-ra, akkor a kollégák ezt neked a weboldalathoz följegyzik. A kollégáknak még két kérésük van a további fölösleges levelezés elkerülése érdekében. Az egyik az, hogy a d-szenes kódodat mindenképpen írd bele ebbe a levélbe, és annak a weboldalnak a címét is, amihez ezt szeretnéd, hogy felkerüljön. Jó? Tehát erre is, erre is ö, ö, lehetőség van, hogy ezt elhelyezd. Ne is zárjuk be ezt a weboldalt, még majd valamit mutatni akarok ö, ö, rajta. És ö, amiről kell még itt beszélnünk, csak technikai formában, hogy bármikor tudsz indítani a weboldaladon ajánlási versenyt. Ha visszamegyünk az Ádámnak a ö, ö, csomagodatlapjára, akkor ez azt jelenti, hogy elő van készítve rögtön egy, egy marketing eszköz, amivel arra tudod ösztönözni a látogatóidat, hogy a te weboldaladat ajánlják mások számára is. Nyilvánvalóan ennek a kampánynak csak akkor van értelme, ha te jelen pillanatban valami erősebb online aktivitást fejtesz ki, mert másképp az fog előfordulni, hogy valaki véletlenül rátal az oldaladra, és akkor egy ajánlással elviszi az ajándékdoboz kávét, vagy bármit, amit te felajánlottál. Tehát ennek igazából akkor van értelme, hogyha te indítasz egy nagyobb online aktivitást, egy kampányt esetleg, vagy vagy, vagy, vagy egyszerűen csak most nagyon aktívan osztod meg a weboldaladnak a, a címét. Ezt nézzük meg, hogy ez technikailag hogy működik. Tehát ö, ö, egyszerűen kipipálod azt a részét, hogy ajánlási verseny indítása, és utána elmented az adatlapodat, és abban a pillanatban a weboldaladnak a tetején, hogyha ráfrissítünk, akkor meg fogott jelenni középütt egy fölirat, először csak ugye elkezd gőzölögni, hogy ajánlja tovább az oldalam, és a legtöbb, tehát aki a legaktívabbak lesz, az kap egy garantált ajándékot. És ugye a részletekért oda lehet kattintani, és hogyha ide kattintunk a részletekért, akkor ugye az illetőnek, semmás sem feladata nincs, mint megadja az ő nevét, e-mail címét, és megadja néhány ismerősének a keresztnevét és az e-mail címét, és rögtön oda el fog jutni egy ajánlás, úgymond. Egy ajánlás, már előre meg van fogalmazva, és te ott el tudod olvasni, és akár át is írhatod ezt a szöveget, tehát nem kell ehhez, ehhez ragaszkodnod. Tehát komplet kulcsakész és módszer. Sző, sőt, úgymond abban az értelemben spam biztos, hogy a rendszer adatbázisból dolgozik, és hogyha valakinek itt ajánlják az e-mail címét, és már történt vele régebben ajánlás, vagy szerepel az adatbázisban az az e-mail cím, akkor nem küld ki újra egy ajánlást. Tehát nem lehet, nem lehet egy embernek húsz ajánlást küldeni. Viszont a rendszer megjegyzi azt, hogy kiküldte annak az embernek azt az ajánlást, és hogyha annak az, arra az ajánlásra hivatkozva fölatkozik az illető a te hírleveledre, és a hónap végén még az a hírlevél feladatkozás nem lesz törölve, akkor az úgymond egy érvényes ajánlásnak számít, és aki a legtöbb ajánlást küldte, annak te föl tudsz ajánlani egy nyereményt, amit ugye be tudsz itt állítani szintén az intranetbe. Tehát nagyon egyszerűen működik, és tud, tud, ajánlani, tudja azt, el tudod vele azt érni, hogy tovább ajánlják a a te weboldalad. Hangsúlyozni kívánom, ennek csak akkor van értelme, hogyha te valamilyen nagyobb aktivitást fejtesz ki éppen aktuálisan. Mert akkor, akkor tud hozni ez látványosabb eredményeket. Jó, bár, bármilyen egyszerű, nagyon egyszerű át tud a szöveget. Én azt javaslom neked, hogy, hogy bátran itt szünetbe, szünetbe nézz bele majd az internetbe, hogyha most elhoztad a gépedet, és, és, indíts nyugodtan egy ajánlói versenyt, utána úgyis ezt egy, egy, egy x-el, ugye, hogyha is újra mented, le tudod venni, tehát semmi probléma nincs vele. És, és egy kicsit nézd át ezt a részt, és hogyha kérdésed lesz majd ezzel kapcsolatban, akkor azt tedd fel a kollégáknak, még itt vannak, vagy a szponzorodnak, vagy akár az utolsó során, ugye, ami erről szól, ha valamilyen technikai kérdésed van. De az ajánló verseny, ez remekül tud ö, tud működni. Ö, amiről szeretnék még én itt a weboldal kapcsán ö, ö, mondani még ö, néhány gondolatot, mert közben már csak egy percen van a, ebben a blogból, az az, hogy megszokták ugye kérdezni, hogy, hogy milyen a jó weboldal cím. És erre egy nagyon egyszerű válasz van. Az a jó weboldal cím, amit hogyha bedig az ismerősödnek a telefonba, hogy ez a weboldal címed, akkor nem kérdez vissza. Nagyon fontos. Tehát egyszerűnek kell lenni. Az egyszerű weboldal cím a jó cím. Ez a lényeg a dolognak. És ugye, hogyha úgy döntesz, hogy most elindítasz egy weboldalt, mert még nincs weboldalad, akkor valami nagyon egyszerűt válasz. És utána, későbbiekben, hogyha úgy döntesz, hogy még komolyabban gondolod az online üzletépítést, én azt gondolom, hogyha komolyan gondolod, akkor mindenképpen szánd rá azt az évi 2-3 ezer forintot, és vásárolj egy saját doménnevet. És hogyha van egy, van egy saját doménneved, akkor utána nem kell attól tartanod, hogy az addig elvégzett munkád elveszik, mert a régi weboldal címedet azt át fogják irányítani a kollégák az új domain nevedre. Tehát nem fogják kiadni azt a, az a előző ingyenes weboldal címet másnak, hanem átirányítják erre a, az új domain nevedre. És a domain nevnek is ez a szerepe, hogy egy olyan doménnevet válasz, ami nagyon egyszerűen is könnyen megérthető. Ez a lényege a dolognak, nem árt nyilvánvalóan, hogy az kapcsolódik valamilyen szinten a te üzleti üzenetedhez. Tehát én azt szoktam mondani, hogy szerintem az én tapasztalat alapján, hogyha neked a fő csapás irányod a kávé lesz az online kommunikációban, akkor a legegyszerűbb az, hogyha a kávé szót kombinálod valamivel. Mondjuk például a te keresztneveddel. Ez nagyon, nagyon jól működik. Vagy valami nagyon egyszerű üzenettel. És hogyha téged úgy hívnak, hogy Attila, akkor az attila.kv.hu-t bejegyzed. Valószínűleg ilyen már van. Itt a kollégák szintén doménregisztrációs ügyekben Állnak a rendelkezésetekre. Bárhol húz domént regisztrálni, egyszerű viszont, hogyha náluk teszed be, mert akkor ők már alapból úgy állítják be, hogy amint a regisztráció ö, létrejön, akkor alapból a te weboldalad ö, ö, fog bejönni rá. Tehát ez sokkal egyszerűbb ez a folyamat. Itt minden részletről ö, ö, tájékoztatást tud, ö, ö, tudnak adni. hogyha valaki nem jut oda hozzájuk szünetbe, később is maradnak, tehát minden igényt ki tudnak ö, szolgálni, nem csak húvégű domént, hanem akár, komot vagy nemzetközi domént is ö, lehet ö, jegyezni. És amit ö, szeretnék még ezzel kapcsolatban hangsúlyozni, hogy ha most például úgy látod, hogy a domén név az foglalt, amit te szeretnéd, akkor ők abban is tudnak segíteni neked, hogy megnézd azt, hogy, hogy mikor regisztrálták be ezt a doménnevet, nevet, mert lehet, hogy az illető nem fogja megújítani. Például nagyon érdekes volt, én nagyon szeretnék majd valamikor dolgozni a spanyol Spanyolországban, és amikor ezt ö, kitaláltam, akkor ugye rögtön megnéztem, hogy a dx.es, az foglalt-e, és foglalt volt, viszont, viszont egyszer csak felszabadult. Néhány órára, vagy egy-két napra, és ugye rögtön, rögtön be lehetett ö, regisztrálni. Tehát nem baj az, hogyha az a domén foglalt, ilyen például a köves figyelemmel. Ott van benne, hogy mikor fog körülbelül lejárni, és érdemes ránézni néha nagyon jó doménevek nagyon gyakran felszabadulnak. Jó? De nagyon fontos, hogy, hogy egyszerű legyen a doménnév. Tehát itt majd fogok erről beszélni, a kreativitásnak nagyon nagy szerepe van, de a kreativitásról itt fog vissza. Mert lehet, hogy az a doménnév kreatív, csak éppen senki nem érti azt. Jó? Tehát nagyon egyszerű legyen.